kezdjük akkor ezzel a könyvvel, hogy ez erről tulajdonképpen nem is tudtál, hogy ez hát a nem, könyv készül. Hát egyáltalán nem tudtam. És ráadásul, ja igen, igen, hogy ebből egy, szóval ez egy kép, és valami tavaszi kép. De ez a kép kint van most a kiállításon. Igen, igen. Csak hát ezeket a lilákat nem szeretem rajta. Közben örülök, hogy van egy ilyen könyvem. De arról tudtál, hogy készülni fog? Hát igen, hát arról tudtam, csak azt nem tudtam, hogy ez ilyen. Hát szóval, hogy ez egy ilyen komoly, mert nem... Mennyire komolynak éled meg azt, hogy 60 éves lettél, és hogy egy ilyen kiadvány is megjelent, meg egy ilyen emlékező kiállítás is? Na jó. Erre azért azt tudom mondani, hogy amikor először láttam leírva számmal, szóval a hatos meg nulla, hát azért egy kicsit hihetetlen volt. De nincs semmi. De szóval nem ráz meg. Én azt sem tudom, ha azt mondom, hogy 17 éves koromtól próbálok festeni, meg rajzolni, hát akkor ez nem is olyan, nem olyan nagy idő. Hogyan alakult a te pályád? Azt nagyon sokan tudják rólad, hogy itt élsz Fehérváron, és rengetegen ismernek, mint ahogy ez a kötet is erről tanúskodik. Itt születtél, vagy úgy költöztél ide, ez nem biztos, hogy mindenki tudja. Nem, 1938-ban van. Költöztek ide a szüleim, és én 1940-ben születtem. Hát nagyon jó volt, mert itt volt a háború. Szóval én akkora korom óta háborúzok, hogy én nem tudom. Konkrét emlékeid? Teljesen, abszolút, tökéletesen világos. Hát bombáztak bennünket. És szóval, hogy mondjuk én csináltam egy olyan kerámiát, aminek az a neve, egy ilyen elég, de majdnem egy ilyen méteres magasságú kerámia. És az a neve, hogy Szarajevo, hát nagyon... Szóval félve adtam ezt a címet, hogy ne használják el valami olyasmit, amit. Szóval, hogy ne a divat szerint. Ami hát ez borzadály volt, ez a Szarajevo is. Na de hát én ekkora kiskoromtól átéltem. Két bombázás volt, azt hiszem. És aztán elmenekültünk a Bakonyba. A háború után itt éltetek, visszaköltöztetek Fehérvárra. Teljesen itt laktunk. Örök életemben itt laktam Fehérvárra. Szüleid mivel foglalkoznak? Mivel? Foglalkoztak? Hát apám hivatalnok volt, anya meg kalapos volt, csak hát akkor hát egy idő után már nem lett kalapos, mert háztartásbeli lett. Szóval nem tudom, hogy különleges. Szóval nem voltak művészek, egyik se, de szerintem mind a kettő művész volt valahogy. Bernát Aurélhoz jártam, mint. És szerintem szeretett engemet, és én is szerettem őt. Van olyan, amit ugye azt mondod, hogy tőle kaptam, vagy őt folytatom valahol? Szerintem igen. Hát valamilyen ilyen tágasság, atmoszféra. Mi a fenét lehet mondani erre? Szóval, hogy van levegő, van például. Sok barátod van? Nem tudom. Szerintem én elég sok mindent kit ismerek, és
Sokan vannak, úgyhogy mert az előbb mondtam, hogy esetleg szeretjük egymást például. Szerintem több olyan ember van, aki azt mondja, hogy én a barátja vagyok. Szerintem legalábbis. De most lehet, hogy tudom, azonnal be lehetne bizonyítani az ellenkezőjét. Lehet, hogy mondjuk a barátságokat is úgy kell. Szóval küzdeni kell. Nem? Hát valamit kell, nem tudom, éltetni kell. Róma? Ott nem festettem, mert annyira örültem, hogy ott vagyok, hogy szóval jó van, csináltam egy csomó kis dolgot. Szóval egy kis, majdnem csak jelek. De az nagyon, nagyon közel volt hozzám. Hát Rómával nem lehet szerintem semmit összehasonlítani. Szeretsz utazni gyakran? Nem, tulajdonképpen nem. Ezek véletlen, szinte véletlenek voltak. De ezt a New Yorkot, ezt nagyon akartam. Egy hétig ott voltunk, és nagyon szépnek láttam ezt a New Yorkot. Szóval ezt a mehetet nagyon szépnek láttam. És akkor szóval kiterveltem, hogy ide el fogok jönni. Hát akkor most térjünk vissza ide, Fehérvárra, illetve egy közeli helyre, Nadap. Ja, Nadap. Hú, hát ez nagyon, teljesen olyan. Szóval, mint a mondjuk Manhattanbe belenéznék a 20 nem tudom, hanyadik emeletről, hát annyira gazdag. Szóval természet. Egyrészt nem kell gondolkodni, csak nézni kell. Szóval, hogy és akkor is le kell ábrázolni, én közben nem biztos, hogy jól érzem magam. Ez szóval van olyan, hogy nem érzi az ember jól magát a közben. És a világ megszínes, és minden színre szükség van. Gondoltál-e arra, vagy nem is tudom, lehet, hogy teszed is, csak én nem tudok róla, hogy tanítsál? Én mondjuk nem tudom, eddig tanítottam. Szóval tanítottam általános iskolába 2 évet a főiskola után, és aztán volt egy szakkört vezettem, az nem tudom, hány év volt. Szóval hány éves koromtól nem gondolok másra, mint hogy előállítani. És lehet, hogy hatalmas, rengeteg marhaságot állít elő az ember, de ez... Persze olyan volt, hogy utáltam, amit csináltam. Szóval, hogy nem... Hogy ennek, szóval, hogy ennek nincs értelme, szóval erről. De hát arról egy pillanatig nem volt szó, hogy ne legyek mondjuk festő, ne legyek. Mert úgy az vagyok, és kész. De nincs benned az, hogy most ezt nem csináltam meg, és akkor ezt most holnap után leülök, és megcsinálom, vagy... Nincs. Vagy holnap után elmegyek, mert még ott nem voltam. Vagy valami ilyen érzés. Ez is jó kérdés. Nincs. Szóval nem kell sehova menni, és nem jut eszembe, hogy szóval ilyen célszerűen még ezt, meg azt, még az, amaszt meg kell jelenítenem. Szóval nincs ilyen. De te egy boldog ember vagy. Ezek szerint tényleg fogunk? Na, az is lehet. De ezt nem tudja az ember magáról.
hogy lehet tudni.